Üdvözlöm Önöket a 700-as klubban. Izrael és a Biden kormány diplomáciai és katonai válaszúthoz érkezett. Izrael szerint be kell fejeznie a Hamász elleni háborút a gázai övezet kulcsfontosságú városában, Rafahban. De az Egyesült Államok nem biztos, hogy engedélyezi Izraelnek, hogy amerikai fegyvereket használjanak a harcok során. Az évértékelő beszédében Biden elnök Izraelre hárította a gázaiak védelmének terhét. Izrael még nagyobb terheket hordoz, mert a Hamász bujkál és gyáván tevékenykedik a civil lakosság között. Kórházak, óvodák és hasonló létesítmények alatt. Izraelnek azonban alapvető felelőssége, hogy megvédje az ártatlan gázai civileket. A Gázába irányuló humanitárius segélyek növelése érdekében a kormányzat bejelentette, hogy tervezi a Gázába vezető egyenrangú út megépítését. Marco Rubio szenátor visszautasította ezt az elképzelést. Az egyetlen a helyszínen, akinek bármilyen szervezete van a segélyek elosztására, az a Hamász. Tehát lényegében azt tudjuk garantálni, hogy számos problémának tesszük ki magunkat, amerikai életeket teszünk kockára. Csak azért, hogy a segélyt szétoszthassák a Hamásznak, aki viszont majd irányítja az elosztást, ahogy eddig is tette. A Hamász harcosok nem éheztek a történelem során sohasem, nincs múltjuk a civilek vagy emberek megsegítésében. Rubio szerint a leggyorsabb módja a segélyek Gázába történő eljuttatásának a Hamász legyőzése. Ezt a célt körvonalazta Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök az IDF katonáinak diplomaosztó ünnepségén, mondván, hogy Izraelnek ki kell iktatnia a Hamász utolsó rafai erődjét. Aki azt mondja neki, hogy ne harcoljunk Rafahban, az azt mondja, hogy veszítsük el a háborút, és ez nem fog megtörténni. A nemzetközi nyomás egyre növekszik, de pontosan akkor kell összezárnunk egymás között, amikor a nemzetközi nyomás növekszik. Együtt kell fellépnünk a háború leállítására tett kísérletek ellen. Ezt mondja a zsoltáros, aki hadakozásra tanítja kezemet és harcra az én ujjamat. Célunk a teljes győzelem elérése. A jelek szerint a Biden kormányzat fontolóra veszi az amerikai lőszerek használatának korlátozását, ha Izrael katonai műveletet indít Rafah ellen. David Ignatius a Washington Posttól idézte az Egyesült Államok korábbi izraeli nagykövetét. Ha Izrael offenzívát indít Rafahba, anélkül, hogy megfelelően megvédje a kitelepített civil lakosságot, akkor ez példátlan válságot idézhet elő az Egyesült Államok és Izrael kapcsolatában, amely akár a fegyveres szállítmányokkal kapcsolatos is lehet. Richard Kempf ezredes, az afganisztáni brit erők korábbi parancsnoka a CBN News-nak elmondta, hogy ez a Hamász malmára hajtaná a vizet. Szerintem ez nagyon felelőtlen az Egyesült Államok részéről, mert maga Biden elnök és Blinken miniszter is azt mondta, hogy megértik Izrael igényét a Hamász felszámolására, és ehhez be kell menniük Rafahba. Ha nem pusztítják el a Hamász Rafahban, akkor gyakorlatilag a Hamász túlélte és megnyerte a háborút. Győzelmet fognak hirdetni, és ez veszélyes. Eközben a Hamász vezetője, Yahya Sinwar állítólag hátráltatja a tárgyalásokat a tűzszünetről és a megmaradt túszok szabadon bocsátásáról. A Wall Street Journal beszámolója szerint Sinwar úgy véli, hogy a tárgyalásokon a Hamász van fölényben az izraeli háborús kormányon belüli megosztottság és az USA és az Izrael közötti megosztottság miatt. Ezért állandó tűzszünetet és az izraeli erők kivonását követeli a gázai övezetből, amely feltételeket Izrael nem fogadja el. Chris Mitchell, CBN News, Jeruzsálem.